beszél az ottani rendezvényekről. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm Önöket. Nagy öröm számomra, hogy egyrészt védnöke lehetek ennek a világkiállításnak. Köszönöm a megtiszteltetést a Magyar Tenyésztők Országos Egyesületének, és azt, hogy Gödöllő is egy helyszínnel bekapcsolódik a rendezvényekben. Sziszi óta Gödöllő kutyabarát város, hiszen mint Sadó, mint látó, a kastély parkban van eltemetve, és nyilván a kastélypark egyik helyszíne lesz majd a rendezvényeknek. Gödöllő 4 esemény lesz május 17-én és 18-án, illetve a 4 napon keresztül, de van amelyik 17-én és 18-án kerül megrendezésre. Kutyafaj, Magyar Kutyafajták Világkupája, ez nekem a legkedvesebb egyébként, nem csak azért, mert magyar kutyafajta, hanem azért, mert világkupa, tehát egy nagyon magas szintű megméretetés. Az Agár Európa Kupa, a Közép-Európa Kupa angol és ausztrál pásztorkutyák részére, és az Obedience világbajnokság. Ezen a pünkösdi hétvégén, tehát 17-én és 18-án lesz Gödöllőn a legnagyobb terhelés, de természetesen mind a 4 napon lesz rendezvényes esemény. Több helyszínen, elsősorban a Királyi Kastély parkjában és az Alsó parkban, és a kastély előtti terület, tehát ott lesz a rendezvényeknek a fő helyszíne. Gödöllő igyekszik és igyekezett az elmúlt időszakban is egy picit a kutyás társadalmat közelíteni az átlag állampolgárokhoz, így a gyerekeken keresztül igyekeztünk olyan oktatási programot elindítani, aminek nyilván a későbbiek során a hatása érezhető lesz, és talán már ma is az. Egyrészt a felelős állattartással kapcsolatosan, másrészt pedig a kutyával való barátság, együttélés, hogy ne féljenek a gyerekek a kutyáktól. Ennek kapcsán elindítottunk az iskolákban, most már harmadik esztendeje megy ez a program, 3 évvel ezelőtt egy programot, és ez azt jelenti, hogy minden gödöllői gyermeknek az általános iskolában egy ilyen órán tartanak a helyiek, és azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy évek múlva be tudjuk bizonyítani, hogy a hatása az mindenféleképpen a mindennapokban érezhető, hiszen itt említésre került a felelős átadás kérdése is, és azzal még azért nem minden tekintetben vagyunk rendben. Azt szeretnénk, hogy a gyerekek is részt vegyenek ezeken a rendezvényeken, meg tudják tekinteni, és aktívan be tudjanak kapcsolódni a rendezvényeket. Végezetül pedig az a film, amiről említés volt, és Péter Fischer a szerkesztésében, menedzselésében került elkészítésre. Nagyon sokan szerepeltek benne, én is szeretném megköszönni azoknak, akik közül itt is vannak többen, Pécsi Ildikó, Gál Noémi, Vince Lilla, most éppen nem látok többeket, akik szerepeltek a filmen, és nagyon sokan, akik nincsenek itt, köszönjük az ő abszolút korrekt és segítőkész tevékenységét, de ami nagy büszkeség számomra az az, hogy a gödöllői kivitelezés része volt a Talandaütő Együttes, hiszen az ő zenéjükkel készült Cita Miklós és Grünwald László szerkesztésében, és Benedek Krisztina, aki szintén itt van közöttünk az ő énekhangjával, egyébként a filmen is rajta van, de az ő énekhangja is megörökítésre került ezen a valóban szép imásfilmen. Én azt gondolom, hogy ez biztos, biztos vagyok benne, hogy ez nagyon jó hozzáadott értékként fogja segíteni a világkiállítás sikerességét, és bízom benne, hogy a gödöllői rendezvényekkel is hozzá tudunk járulni ehhez a sikerhez. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Bolgár úr, és most a máról sokat emlegetett film.